A rendezvényt az atya sírjának megkoszorúzását követően a fájdalmas szűzanya kápolnában tartották meg a Szirbik Miklós Egyesület és a Makói Belvárosi Szent István Király plébánia együttes szervezésében. Itt Pálfai Zoltán plébános köszöntése után Barna Gábor néprajzkutató, Antal József atya egyházzenei hagyatékának kezelője emlékezett meg a lelki pásztorról. Ugyanis ő nem csupán hívei körében megbecsült pap volt, hanem kutatta az 1800 utáni népénekeket és kántorkönyveket is. A végső célja az volt, hogy a tudományos célok mellett egy olyan használható énekkönyvet adjon a kántorok és a lelkipásztorok kezébe, amelyből szinte minden szentnek az ünnepére, minden liturgikus alkalomra megtalálják a megfelelő éneket. Ugyanis nagyon sok olyan ünnepünk van, nagyon sok olyan liturgikus eseményünk van, amelynek nincs megfelelő énekanyaga. Az országban az Antal József által készített tematikus énekkönyv gyűjtemény a legnagyobb. A hagyatékából azonban több műve is kiadásra vár még. Ilyen például az a 150 zsoltár, amelyet énekelhető versekbe fordított. De ezen kívül dolgozott egy olyan könyvön is, amely a gyermekekkel való foglalkozásról szól. A volt templomigazgató tiszteletére a megemlékezéseken túl engesztelő szentmisét is tartottak.